emelni helyhez. Kollégát, de ha véletlenül valaki nem, akkor ő is a szakmai kutatócsoportnak a tudományos munkatársa, illetve a magyarországi szerzetes előjáró konferenciáinak irodája munkatársa, és ha jól tudom, ott a levéltárnak a kialakításán dolgozik, hogy a jövendő kutatóknak is legyen elég matériájuk. Szakdolgozatával a most folyó PhD képzésében is a Kalocsai Egyházmegyének különböző problémáival foglalkozik, úgyhogy ehhez csatlakozik a most következő előadása, amelyhez ismét kéne olyan technikai segítség, hogy azt a bizonyos számérzékelő valaki a bekapcsolná. Jó, értékeltem, úgyhogy akkor bízzük meg, hogy ez el is indul. Kell neki egy kis idő, ami magához kér, hogy az előbb is látjuk. Esetleg, ha elmondanád a címet, próbálkozunk itt a kérdéseket. Tisztelt konferencia, külön köszöntöm a Kalocsai késetében megjelent jelenlegi általános főnököt, Dávid Mária Bertelmérért és Adó Mária Bertelmérért. Előadásomban szeretném bemutatni, hogy az 1920-as Gyöngyi Végeződést követően milyen nehézségek jelentkeztek, hogy mi a szigorúnevet Kalocsai Szegi Ismael társadalmának tekintetben a rendműködésére. A Nyilszegyakor nevet Szegény iskolnevéreket felhozták, amely Kunszki József Kocsa bácsi érsek hitta meg egy házmegyében 1960-ban, és letette le őket. Franz Mária Terézia tetésében a rendőrálló kocsai társadalmá szerveződött, a minden vidéki világműkiság nevelése és oktatása képezte különböző kapéjukat. Szentelyek és egyéb intézmények elsősorban a Kocsa bácsi főegyházmegyében voltak, de máshol is megjelentek. A rendi kiáltásnak a iskolaérők esetében is az első lehetőségben végeződést tettek. Értem szerint annak eredményet a Tiananmen utca és Fokszeren kultúrájuk is. Több épületes idegenült húzabban vette kezdetét, amely során Leilő Mária Bernáda általános főnöknek kitartóan teljes energiabedobásra igyekezett, nincs saját előjelmi jogait érvényesíteni, az országhatárral elszakított bácsi tervekkel, mint pedig a társadalmi működésén volt, hogy a feltételek biztosítani. Mindenben Zicsi Gyulakov kalocsai apostoli kormányzóként, majd érsekként is támogatta, mert így illetékes főpásztorként is érdekeltnek érezte magát a terület egyház életéért, amit tehát ő megtegyen, és így a nővérek viszont a segítség is kezeletes legyen. Továbbá Hóma János ő közvetített és támogatáshoz biztosított a nővéreket. Az így több mint meg személyesen 11. Pius pápának is írt a nővérek ügyeiben, ahogyan általában még Magyarországon az érsek és az általános főnökre is idegenesnek tekintett az országhatárok megváltoztatását, átmeneti állapotként kezelték. Blegyő Mária Bernáda minden esetben a megszállt területen lévő zártákról beszélt leveleiben, beadványban és kérvényeiben. Zicsi magyarul maga ténylegesen, hogy a bácsára nem tudta kiteszteni a hatóságát, a pápának felelve Budapestről is irányította a mostani kormányzóknak a területet, szóval háromtól, nem egyszer elég és sajátosan is szelektíven értelmezve mind a káptóri kódexekutív, azt a szerzékről jött rendelkezésre. Az általános főnökhöz beépítő leveleiben az intézményváltástól kezdve megerősítő magyarellenes hangokról, ugyanaz lelkiterről panaszkodtak a nővérek eljárójuknak, történtek az új határon átszökések, de alapvetően az általános főnöknél a helyben maradást ösztönözte a nővérek, a magyar, a ottani magyarságnak a tanulók érdekében. Sorra kerültek lefoglalásra iskolák, foglaltak le iskolákat, a államlatosságok, illetve az intézményeinek a intézményeinek esetekén a jogalapját jelentő alapítványokat is lefoglalták.
nővérek kezeit alul. Helyenként a zárnak is végre vagy egészben lefoglalásra kerültek, és a szerb tanerőket költöztettek be a helyükre. A jogoszláv államkodóságok mindent megtettek, hogy a kalocsai anyaházzal kapcsolattartást gátolják, az alakülők leveleket levelek is csak egy részben érkeztek meg. Így fordosan elletetlenült a kapcsolat. Szűk kivételen adtak csak engedni, hogy Magyarországra való deputatásra is a nővéreknek, például a haláset történt a családban, de ha abban esetben, hogy elszólták, hogy Kalocsán is elmennének, akkor megtagadták ők azonnal. Ezt, a látomos főnök disponálásai figyelmen kívül hagyták, nem engedték kivitelezni, tehát ha áthelyezett nővér ezt tartotta volna magát, akkor elvesztette a tanító tanári állását, a oktatói állását. És ugyanez történt, ha állami hatóságok akarták kinevezni máshova, és ez a fő a állami vagy a általános engedélye hozása nélkül nem akart átvenni, akkor úgy elvesztette az állását, így a egzisztenciájuk azt folyamatosan gondol. A terület elszlávosításra törekedtek, a helyi egyházi hatóság részében a Magyar Barátságban nem váltott bírók tudatos is vállalták át a támogatások mellé. Úgynevezett névmegjelentéssel megállapították, hogy akinek Kincsnek Vics névű végződik a neve, az szláv, délszláv származású, így is megtörténtek magyar iskolát tagozatok megszüntetés, mondanak a gyerekek, hogy nem magyarok. A szülőknek a gyerekek a életét nem vették figyelembe, és a gyerekek is ilyen esetben is elvesztették állásukat. A Kalocsai gyermek kormányzattal való elszakadás kívánta helyen kezdetektől minden egyházi, mind a világhatóságok, maga a nővérekhez tudomítósében ellenzték természetesen. 24 évig tudott odáig a helyzet, hogy az általános főnök és arra az álláspontra jutott, helyezkedett már, hogy a Bácskai Zárdák működésének és a Kalocsához tartozásnak valamilyen szintű megtartása, megőrzés érdekében Bácskai provincia felállításának szükségességét kérvényezte a Szentesség Szent Kongregációra, hogy az illetékes Mikasztériumnál, és ehhez kérte Zicsi esetnek, akkor még nem értsenek, hogy az Zicsinek a közvetését és közbejárását, hogy minden tekintélyt vesett lakva a helyre, hogy ismertes a Zicsi korában a Dölkvárosban tartott küzdelmi kérdezett, hogy a szolgált, tisztítő szentett a püspök, és voltak római kapcsolatai is jelentő, és reméltek, hogy aztán hasznosan tudja. Meg is tudta, amit tőle tehető az ügyben. Fontos megint, hogy a Róma hasonló kényes és bizonytalan esetekben rendkívül körültekintően óvatosan sok mérlegelést követően hoz tényleges döntést, nem kapodja el a dolgokat. Mivel a akkori jelen politikai helyzet berendeződés felállás nem egyértelmű még számára sem, hogy mennyire stabil. Az általános főnöknek a Berdel funkciós nyomatékos fellépését is kérte, hogy a szentszék hasonlóra, gyengéváltás megtörtént. Aki
akinek a tolisztatlátásán ügyének megint volna intézkedje. Ő mivel nincsősek a házadjuk volt, így annak a titkárnak mutatta meg a nővér, azt pedig visszaesatta a Mária nővérnek, és a bonyadom ebből adódott a későbben. Időközben a provinciára vonatkozó szabályt a római vizsgálata is megkezdődött. Az általános főnök kérte, hogy addig is, amíg nem rendeződik, meg nem tárul le, addig is ő kineszesse ténylegesen a provincia főnökét, a rátműtőre is. Az ügy előzítése érdekében Zicsi Sejdiuszinyán követség tanácsost kérte meg, hogy járjon közben. Ő megígérte, amit megtesz. De most ennek egyébként az átmenetileg úgy látszott az ügy. 26. június 7-én Camillo Laurenti Vibros prefektus arról tájékoztatta az általános főnököt, hogy az egyik korábbi szerzéki döntést tartalmazó dekrétum nem jutott el Pellegrini Dimitrishoz. Ugye ez, amit öntartott a Marcinkovics Mária Letizia neki arcatitkárának. Így minden eddig esetleges lépésen a projekt szabályozása terén történt, az hatályok vesztét kérvénytelenekre tekinteni. Hát ugye kérdéseket vett fel, alapvetően nem feltételezhető, hogy a funkciós utólagkor miért tett volna lépéseket a felállítás kapcsán. A dekrétumban valóban nem szerepelt, hogy átkiladni a nunciatúrnak szent, hogy ott maradjon, ezért a titkár visszaadta. Viszont ez esetre később hogyan értesítette, ha értesítette, illetve hogy értelmezte az önincius, hogy neki kellene valamit csinálni. A forrásokkal feltételezhetően ugye időközben értesült később Rómába is. Budapest provinciális állásponton volt, hogy és ha azt, és rá például is tekintve, és akár, hogyha a végül van mégis felegyeneti bácskétának leválasztása mellett érve. Sérényi 26. júliusában értesítette Zicsit, hogy a szabályzat tervezett, hogy a Szent Kongregáció a szabályzat tervezett, illetve a Karinza ügyét miratán elkezdik tárgyalni, és hogy hát nem lenne várjanak a gyors döntést. 28. áprilisában a provincia kinevezett, ki is nevezett, meg nem is kinevezett főnökője, Marcinkovics Mária Letizia, szemben az általános főnöknővel, aki rendszerűen diplomatikus stílusban írt. A bevett formák és a tisztadás megtartása mellett ugyan, de már érezhetően erélyesebb hangján megkérte a helyzet rendelkezését, érezhető, hogy a türelmét már kezdte akkor elveszíteni. Az iskolanövéret iskolai jelenlétét, tanítás lehetőség tudod is, amit lehetett idejében eletetni próbálták. Vicsi a bátának írt levelei mellett Sergi apám bíborosként is kérte, hogy Rómában bíboros, és egyébként bíboros is kérte, hogy Rómában adják, akkor versen fel a figyelt a pápa előtt is. Emellett az érsek és az általános főnöknő Gerard Orfeo budapesti apostoli nuncius segítségét is kérte, mind a provincia kapcsán, mind pedig a nővérek érdekében, hogy történik a lőtörő lépést terén. Orfeo igyekezett minden életedőt megtenni Marcia úton, ennek ellenére a provincia ugye nem hadd tervező. A szerzetesek Szent Kongregáció 30-ban magára tette Pellegrini nuncius véleményét, miszerint ha a magyar területen lévő hagyatházzal és Ágost főnökével maradnának meg a bácskai zárnak kapcsolatban, akkor az politikai és nemzetiségi okokból állandó gyanakvást és vártalan üldözést jelentene a nővérek számára. Önálló Nyilszínűkről nevett bácskai szegény ismerők társadalmi feltársát javasolta. Blendőr Mária Bernard Alatás főnöknél azzal a feltételemben beleegyezett, hogy ha a politikai helyzet viszonylag megváltoznak, úgy azt kérdette, hogy a Magyarországon visszacsatolják a bácsiát, akkor a bácsai társadalmat automatikusan megszűnik, és egyesül a trocsaival. 30. október 26-án született az új bácsai társadalmat megváltásáról szóló szentszéki rendelkezés, ez azonban kocsán csak 30. decemberben ért meg, tégedett oda. A helyzet ezzel mindig tudjuk nem oldódott meg továbbra sem. Az elszakadt nővérek
sorozatosabban azt is levelekben számoltak be az áldatlan állapotokról, a úgynevezett kisebbségi erőszakosságról beszéltek. A saját általános bűnöket is csak ő egy év alatt sikült a bácsi társadalmat megváltania, Kopinovics Mária Anunciát a személyben, addig a Budapics által önkényesen kinevezett hozzáfű hat tagú bizottság kormányzott. Ezért is a Magyar Nővérek Pártatlan vizitált, apostoli vizitáltal kinevezését kérték, Roman Todell is most később történt meg. Blegyi Mária Bernadett nem élette meg a Bácskézárdák visszacsatolása, de valószínűleg elhunyt. 41-ben néhány nap alatt délvidék visszacsatolását követően Bojnics Mária apja általános főnökre indítványozta már a Bácskézárdák visszacsatolását. Angelo Rott a budapesti apostoli infus türelmet kért, de kilátásba érzte, hogy a szentszék figyelembe fogja venni a változásokat. Walter János Pirista szerzetes lett 39 májusától apostoli vizitátorként kinevezve, és ő figyelte a nővérek helyzetét, rajta keresztül is igyekeztek elérni, hogy a bácsi társadalat megszüntetésre kerüljön, úgyhogy egyesüljön a tanúcsaival. Ezen felül a bíboros, egyetlenül a bíboros protektorként Camillo Caccia Dominion is feltarult a tanúcsai ismerve ügyét. A szentszék 41. május 16-án a Tolcsa általános főnökre ruházták a bácskai zárdáknak a kormányzását. A bácskai általános főnök sem vesztegette az idejét. Kopinovics Mária anunciálta a bácskai társadalat Zágrába való áthelyezését kérte, illetve a bácskai jelző elhagyásával. A nővérek szabadon döntsenek, melyik társadalatban tartozik. 41 júliusában engedélyt is kaptak Rómából, és azért, hogy Stepin az emberi érseket megbízva az ügy lebonyításában. Beszédes, hogy a Bácskában tartózkodó nővérek közül 178-an azonnal a Tolcsához csatlakoztak, 17-en Zágrába mentek a Ramiziák találkozó sűrűnöknével. És további három nővér volt még, akik először Zágrába akart gondolták, hogy menjük a legondolatokat is maradt, és maradtak a Kalocsán, tehát 181-en Kalocsához, és 17-en mentek Zágrába. Bácska újraelőzését követően 40. decemberben Bojnics Mária Akvina általános főnök ismét a provinciává szervezést támogatta. Budanovics viszont a szabadkára visszatérő Kopinovics Mária Anunciával karolt be, hát ugye nyilván ők hallott már a lepetős leválasztást, a régi helyzet visszaállítását bizonyították, és a különösen a bácskai általános főnöknek a bőven ő tüskét érzett magában, hogy a Kalcsai idegenben őt támogatják. Először Budanovics, mivel egy őszörös érségi helyre tekintette át még a bácska irányítását, így kénytelen volt figyelni az érsek álláspontját, azonban a apostoli kormányzat ez elben ideig óráig meghallgatta a véleményét, de nem velem a követte. Gyakorlatilag úgy történt, hogy ő most nyilatkozott egyes kérdésekben, kicsit memorandumot is, arra Kalocsára jött egy válasz, akkor ő visszakozott egy kicsit, látszólag, utána megint ilyen húzavona ment a felek között. Egy idő után pedig meg is kérdőjelezte a Kalocsai általános főnöknek a bácskai zárdáknak a jogait, a korábbi 41-es rendelkezések nem vesztették még hatályokat, ilyen a általános főnök közvetlenül nem tudta a kormányozni a területet, ugye a határ visszaállása miatt, de a képviseletében a általános helynöknő Ambrus Mária ezt megtette. Ő fokozatosan a zárdák egyrészt lefoglalásra kerültek, majd így Budapest asszisztálásában is a nővérek helyzete tovább romlott. Szétszivatásba is kerültek, plébániákon húzták majd magukat, és próbáltak kisebb közösségben így a hivatásokat megőrizni. De úgy is próbálta operálni a kalocsai nővérek élet, a működés is, hogy a Nobéziának a fogadón egy éjszakán újra, tehát majd a fogadón tételek is a
esélye, hogy ez megvalósulhat. Végül mégis októberben, 40 októberben jött egy döntés, hogy te provincia, de nem teljesen úgy, mint ahogy a nővérek szeretnék. És további sűrűcsolás egyéb nehézség után 60-ban megalakult egy pártvérő független provincia, majd 71-ben önállásult a társadalat. Köszönöm szépen a figyelmet! Hallgatóságot szeretném kérni, hogy megjegyzést, hozzászólást, kérdést tudjanak fel Sárgyi György részére. Ha szabad kérni, különösen a jelenlévő iskola nővérek részéről. Milyen emlékezete van ezeknek az időknek, vagy van-e emlékezete ezeknek az időknek a rend jelenlegi életében? Vagy elég problémájuk van ahhoz, hogy a múlttal kevésbé foglalkozzanak, és... Thank you.
bocs, hogy életére vonatkozók, hogy reagálták a leveleikbe, hogy reagálták erre az elszakadásra, az a más, de nekem is mondott, hogy köszönöm. Érdekességként jegyeztem meg, hogy a Szentszék, ugye 41. április 11, hogy a Magyar Honvédség elfoglalja Bácskát, és májusban, tehát egy hónapra rá már döntés születik Zárdát hovatartozását illetően. Tehát, hogy milyen rekordsebességgel is képes az örökváros döntéshozatalában működni. Más egyházmegyei közigazgatás esetében problémás kérdések, az általam emlegetett Murakköz esetében ugye nem sikerül, hogy ott egy apostoli kormányzóságot hozzanak létre élén a eltervezett Fény József, Mincent József apostoli kormányzóval. Tehát mindenben van megfelelő példa.